Na hát sziasztok, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én XP vagyok, és ahogy látjátok srácok, egy rendkívül érdekes videóval jöttem el most hozzátok. A mai videóban a Minecraft legeslegjobb modja és a Benten keveréke több mint 50 űrlényé lehet átalakulni, és mindegyiknek egyedi képessége van. Ezt fogjuk ma kipróbálni, melyik a legjobb, melyik a top 10 alien a Bentenben. Nézzük is! Na hát sziasztok, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én XP vagyok, és ahogy már bevezetőben hallottátok, én ma ki fogom próbálni az Omnitrixet, ami már itt van a kezemben konkrétan. Rengeteg ilyen van a modon, viszont meg fogom nektek mutatni a top 10 kedvencemet, ugyanis ez a mod számomra nagyon-nagyon kedves, mert régen kiskoromban rengetegszer néztem a Bentent, és úgy gondoltam, hogy ha ilyen mod kijön, erre biztos, hogy kell csinálnom videót. A nevekre nem nagyon fogok már emlékezni, hogy mi az aliennek neve, de azért majd ja, megpróbálom kitalálni. Na, vágjunk is bele. Viszont mielőtt belekezdünk a videóba, ha tetszik az ötlet, akkor már most csapass egy hatalmas egy lájkot a videóra, illetve írd le kommentbe, hogy neked melyik volt a kedvenc aliened. Na, vágjunk bele. Na, látjátok, itt van a kezemben az Omnitrix, és be kell aktiválni ott írja B betű. Igen, ez már tetszik, már ott megnyomtam a gombot. Na jól van, nézzük akkor az elsőt. A tizedik helyre elég egyértelmű, egy nagyon ikonikus karakter került számomra. Nem más, mint Lánglovag. Nagyon-nagyon szerettem ezt a karaktert, ám legtöbbször haszontalan volt a víz miatt. Nézzük itt a Minecraft modban mit tud. Először is tud eszméletlen menő repülni, szóval azért ez valami, nem srácok? Szóval azért ez tényleg, hogy így repül konkrétan a mappon végig, így nem lehet nehéz kivinni a Minecraftot, ahogy már az egyik videóban is mutattam. Nagyon menő az animáció, nagyon-nagyon tetszik. Nézzük még, mit tudok. Nyilván tud lőni tűzgolyót, ami eszméletlen hangos, és nagyon menő éget. Szóval, hogy látjátok, tud nagyon menő tűzgolyót lőni, ami egyszerűen robban is, nagyon menő, és még benne is égeti a teherneket. Ezek mellett még folyamatosan tud tűzlövedéket is lőni, ahogy látjátok. Ilyen sugár, azt mondom, hogy így tök menő. Ezek nem olyan hosszú ideig, de azért srácok, tényleg, hogy konkrétan a teherneket így együtt, és ez itt a szétdarálja, és sült húst ad a elég finom. Szóval, ja, igazából elég menő, hogy ilyen dolgokat tud Lánglovag, de nekem ezért került ő a tizedik helyre, de ne haladjunk is tovább. A következő helyre számomra egyértelmű, hogy igazából kikerült, nem is kell sokat gondolkoznom. Nem más, mint ez a növény, ennek már nem emlékszem a nevére, de ez eszméletlen menő volt, emlékszem. Kezdjük azzal, hogy elég lassú, mondjuk hát úgy fut, mint egy átlag ember, viszont ha megnyomjátok a shiftes srácok, eltűnik. Egy ilyen kis növényke jön már csak ki a földből. Ez srácok senki nem fogja észrevenni konkrét azt, hogy ha haverokkal játszatok ezzel a moddal, és ki akarjátok rabolni a házát, akkor csak ide kell mennetek ilyen növény formába, és végig tudjátok lopakodni az egész mappon, aztán pedig így ki kell a földből, szóval ez tök menő. Ezek mellett elő tudja venni a csápjait, nézzétek meg, ilyen menő hosszú karjai lesznek ettől, és rengeteg mindent tud. Az első, ami talán ilyen érdekesebb lehet, az egy ilyen tud ütni egy ilyen hosszú karja, szóval jó nagy a ható távja, nézzétek meg, mondjuk a tehenet így kb. Innen is elérem, mindjárt csak nem tudok célozni, bocsi, szóval jó távon is el tudjátok találni, de ami még ennél is menőbb, csak most fog következni, ez a szegény bárányom fogom megmutatni. Nézzétek meg, srácok, mindjárt visszarakom a kezemet, ezt nézzétek, meg tudom fogni a bárányt, és tudom emelgetni. Nézzétek meg, milyen menő néz ki, mondjuk kicsit bugol, de nem baj, hogy konkrétan így emelgetítem a bárányt. Így tudom azt mondom, hogy te már nem kell lesz, és eldobom, mondja, el tudnám, várjál. Szóval te nem kell lesz, és szépen elrepül és sebződik. Nagyon-nagyon menő az alien, nagyon hasznos is tud lenni, szóval én azt mondom, srácok, hogy ez mindenféleképpen megérdemelte a 9. helyet. Ez tényleg menő volt, de haladjunk is a következőre. A következő alien, ugyebár a 8. helyen, egy eszméletlen, nagyon népszerű karakter, meg is mutatom. Ez a gyors izén, ennek sem tudom sajnos a nevét, de tudom, srácok, hogy ez eszméletlen menő volt. Nagyon-nagyon gyorsan fut alapból, és szóval gyorsabban fut, mint egy izé. De srácok, amit valójában gyorsan tud futni, megmutassam, nem fogjátok elindni. Készítek 3, 2, 1! Milyen menő, Jézus, és milyen hangja van, hallgassátok, hogy úgy konkrétan futásnak is hangja van. Hát srácok, tényleg, ha valaki szeretné speedrunolni a Minecraftot, és a vízen is tud futni. A vízen is tud futni, de hogy azt higgyétek, hogy csak egy kis gyenge hős, a vízen is simán fut. Szóval, srácok, tényleg eszméletlen menő, aki szeretne versenyezni vagy futásban ezzel a hőssel, az arra kíváncsi leszek. De ez eszméletlen gyors, nagyon-nagyon gyors ez a hős, és ez tényleg menővé teszi. Na de, ezek mellett lassú is, de ezt úgy értem, srácok, hogy le tudja lassítani az időt. Mert nem hiszitek el, megmutassam? Figyeljétek meg, megütök egy tehenet, akkor is szépen megütődik. Viszont, ha lelassítom az időt, én is lelassulok, de minden lelassul körülöttem. És figyeljétek meg, srácok, hogy a speedetek bekapcsolom, akkor gyorsabb leszek, és ha megütöm a tehenet, nézzétek meg, akkor olyan menő lassan repül fel, mondjuk ez pont meghalt. Mindjárt megmutatom, szóval, hogy megütöm ezt a tehenet, repül, és lassan esik le, mert lelassítottam az időt. Eszméletlen, eszméletlen menő. De akkor haladjunk is tovább. Mi a 7. helyre kerül? A következő hős ismét egy nagyon ikonikus karakter igazából. Nézzétek meg, ennek a nevét is tudom. Nézzétek! Csupakar! Ő rá emlékszem, hogy ez volt a nevem, ő tényleg egy nagyon-nagyon népszerű hős volt akkor. Alapból az, hogy akkor átugrunk, mint a bitong, figyeljétek meg, ba! Komolyan mondom, ha ekkor
simán tudnék ugrani tesin, akkor én lennék a világbajnok konkrétan. Nézzétek meg! Esküszöm, még talán gyorsabb is, mint az előző hős egy ugrásba, azért ezt lehagyni nem lehet könnyű. Na de ez még nem minden, amit tud. Ugye mondtam csak el, hogy sokkal nagyobb, mint a többi hős, szóval mindjárt megnézem, hány blokk magas. 1, 2, 3, 4 blokk magasak vagyunk. Nyilván, mivel négy kezünk van, egy ütéssel megölünk mindent, olyan erősek vagyunk, de nem csak ezt tudja a hős, nem csak ezt tudja. Ugyanis, figyeljétek meg, ha nyomva tartom a C betűt és jobb klikkelek, figyeljétek, poha! Jézusom! Ó, leüt egyet a földre, és felrobban körülöttem minden, szóval ütünk egyet a földre, és így bam! Körülöttem minden szétrobban. És hogyha az, és nézzétek meg, ahogy repülnek a blokkok, ott is maradnak utána. Eszméletlen. Tehát, hogyha azt hiszitek, hogy ez még mindig ennyi volt, nem. Még mindig van valami, ezt nézzétek meg. Simán csak körbe robbant mindent, ugye leüt a földre, és körülötte egy elkezd robbanni minden a lökés hullám miatt. Nézzétek meg, ott egy tehén, be akarom célozni, és ilyen távol is meg tudom ütni. Aztán, hogyha baj lenne, akkor csak hopp, elugrok innen. Ezért került ez a hetedik helyre, mert tényleg egy eszméletlen menő és ikonikus hős. Nekem biztos, hogy ez tudtam, hogy benne lesz a top 10-be. De hát nézzük is, akkor mi a hatodik hős? Nos, ha visszaalakulok, visszaalakulás, ez az. Na nézzük, mi a hatodik. A hatodik hős ismét egy elég ilyen nézszerű hős, ez még talán az első bentemben volt benne, ez a repülős bogár cuclé. Ez olyan undorító volt, emlékszem mindig, és viszont nagyon-nagyon szerettem, olyan aranyos személy voltak amúgy a mesébe is. Viszont amit tud, ez tényleg nem sok, de azért szerintem elég menő, mérgező lövedéket lő ki a szeméből. Látjátok, ilyen tovább mérgezi a bocit, szóval most meglőttem, és még mindig kapcsolja a sebzést. Mert komolyan, hogy a szeméből lövi a folyadékot, olyan undorító, viszont egy olyan menő néz ki, ezért került be ez igazából a hatodik helyre. Meg hát tud repülni. Oké, hogy izé is tud repülni, tud tűzember is, vagy mi volt annak a neve. Viszont azért milyen ennek szárnyai vannak, ezért kerül be, meg tetszik a textúrája. Szóval ja, de nézzük is, mi került az ötödik helyre. Az ötödik helyre ez a zöld trutymó került. Ez is tudom, hogy nagyon menő volt a mesében, és mindennek át tudta venni az alakját. Nem tudom, emlékeztek-e. Nekem amúgy ő volt személyesen a kedvencem, viszont ide most csak az ötödik helyre került be, mert ennél még lesznek menőbbek is. Mit is tud ez a hős? Ahogy mondtam, át tud változni ilyen folyadékká, bele tud ivódni a blokkokba. Tök menő. Szóval az nagyon-nagyon tetszik, hogy tényleg ezt megcsinálták, hogy rendesen folyadék tudok lenni. Viszont ami még ennél is menőbb, hogy tud lőni. Na de hogy tud lőni? Figyeljétek meg, a szemével feltölt és szétlézerez mindent. Mennyire menő lézer? Figyeljétek, onnan eltámad a tehenet. Pa-pa! És hogy elrepül. Ezért került ez az ötödik helyre, és igazából ja. Szóval nekem ez nagyon-nagyon tetszett. A következőnek szerintem be se kell mutattam a nevét. Elég, ha azt mondom, hogy ágyúgó jó konkrétan. Mindenki tudni fogja, hogy kire gondolok, meg is mutatom nektek, készen álltok? Ez az egyik legmenőbb, csak úgy mondom, jó? 3, 2, 1! Jó! Na ez a hős nagyon-nagyon lassú, viszont át tudok alakulni bármikor ilyen izé gombócá. Na, hogyha azt hiszitek, hogy ez ennyi, azt hiszitek, hogy ez ennyi. Figyeljétek meg! Gurulok! Hát gurulok, tesóim! Hát ez milyen menő már, hogy meg milyen gyorsan gurulok, és bárminek, amelyek neki megyek, nyilván sebződik, hiszen meg is hal. Tudok ugrálni össze-vissza. Ez szerintem simán megérdemelt az ötödik helyet, srácok. Eszméletlen menő szerintem, eszméletlen broken, és tényleg ez ilyen pajsként szolgál, szóval, hogy látjátok, hogy csak simán össze vagyok gömbölyödve. Ilyenkor nem tudnak megütni az emberek, viszont hogyha elkezdek futni, és szépen begyorsulok, mindjárt begyorsulok, figyeljétek. Gyorsulás! Milyen menő! Jézusom, amúgy napokig el tudnék játszani ezzel a játékot, és egyre gyorsabb vagyok, ahogy látjátok, hogy gurulok. Mindjárt még gyorsul, itt megakadtam, ne, itt megakadtam. Nem baj, mennyi a magsebesség? Tippeljétek meg, srácok, fogunk még gyorsulni? Gyorsultunk, jó, gyorsultunk. Nézzük, fogunk-e még gyorsulni? Még mindig gyorsulunk, bőn, úristen, újra meg a képernyő. Jó, meg tudok ölni egy ütésre egy tehenet, nézzük meg, ezzel megölöm, nem megölöm. Megöltem egy ütésen, na jó, srácok, ez nagyon-nagyon durva. Szóval ez megérdemelte simán az ötödik helyet, viszont amúgy ők nézzük is a következő. A negyedik helyre egy elég egyszerű hőst raktam, viszont nekem az animációi tetszettek. Ez valamilyen farkas volt, ha jól emlékszem a játékba. Viszont srácok, nézzétek, amilyen menőn fut, figyeljétek, olyan cuki, nem? Na azért ez, milyen nagyot ugrik, olyan, tök nagyot, így váá! Meg milyen hangot a hallgassatok, ilyen vaf, 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 és így tud vadászni meg ilyennek, és ha megütök így futás közben valakit, figyeljétek meg, megpróbál megcsinálni, akkor így harapás animáció is van, nézzétek meg, hogy harapdál, kis aranyos, hogy harapdál, de nem csak ennyit tud, nyilván ez a hős megköve nem került volna bele, tud egy ultraszonikos üvöltést, igazából ez a neve, kinyitja a száját, és vaá, üvölt egyet, úgy teljesen ott elégettük, de tök menő, hogy ilyen hanghullámokat lő ki igazából, de szóval nekem ez, illetve ez a futás animáció miatt kerülhetett a negyedik helyre, mert annyira aranyos kis cuki, nem srácok, tök aranyos, szóval ja, igen, de nézzük is mi a harmadik, jöhet a top 3 kedvenc hősöm. A harmadik helyre egy egész menő hős került, Vikó, vagy már nem tudom mi volt a neve konkrétan. Ja, Ditu, nem Vikó, tényleg. Na, ez a csemp, vagy ez a hős igazából nem tud sok videt. Nem tudom, tippeljétek meg, ki az, aki tudja, hogy mit csinál ez a hős, azt írja le mindenféleképpen. Ez annyira talán nem menő, max, hogy van egy gyémánt karod, és kiveszek pár cuccot, hogy meg tudja mutatni, hogy miért menő. Mondjuk tegyük fel, hogy ez egy másik játékos, jó, csak á, ne ő legyen, ő pont egy hegy mellett.
élet van. Tegyük fel, hogy ott van az a bárány. Az mondjuk egy másik játékos, oké? Okay? Képzeljétek el, hogy a haverotok ez a bárány, oké? Okay? Na figyeljétek, mit tud, kiválasztja a varázsigéjét, és nézzétek meg, srácok! Teljesen össze lehet zavarni, és ezek megduplikáljuk magunkat, konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és még velem együtt 9-en leszünk, és nem tudja majd eldönteni, hogy melyik vagy melyik az igaz, és elkezd lőni titeket, és lehet, hogy a klónokat lövi, lehet, hogy a ízét, viszont ami még menő, srácok. Nézzétek meg, akkor mindenki felvesz egy íjat, mindenki elkezd szélozni, és ha lövök, akkor hát csak én lövök sajnos. Ó, elrontottam, váltok, megint aktiválom kell a képességemet. Szóval ez véletlen menő, megint megmutatom mondjuk azon a telnen, hogy mi az az egész, amiről beszélek. Szóval itt van Viko, nagyba izé, becélozom a telnet, és eltalálom. De akár, már ú, csak izé töltési idő van rajta, ne felejtsétek el. Tehát, hogy a kordot vesztek a kezetekbe, akkor mindegyik ütni fogja az barátotokat. Szóval tényleg, srácok, ez megérdekelte a harmadik helyet, de nézzük is a többit. Amúgy közös srácok, egy bocsánat, megállítom a videót, de találtam egy alient, ez nem tudom micsoda, de ez nem tud mozogni, nem tudok velem mozogni, nem tudok ütni, meg semmi, annyit csinál, hogy ha megnyomom az F5-öt, akkor látok két arcot, és ennyi. Ezt valaki írja már le, hogy mi az Isten nyilván, nem bírok mozogni, komolyan mondom, na jó van, nézzük inkább akkor maradék kettőt. Második helyre már egy olyan karaktert szerettem volna, aki nagyon sok mindent tud, hogy meg tudja mutatni, ezért lett izé Swampfire League végében a választásom. Nézzétek meg, ő lett az ugye, bár nagyon-nagyon sok mindent tud. Kezdjük azzal, hogy tud lőni, szóval most így tüzet lő alapból. Ez nem tűnik olyan menőnek így izé tűzember után, de ezek már még tud pár dolgot. Például a kedvencem a Ring of Fire, azaz a tűzgyűrűje lényegében. Nézzétek meg, először mérget lő ki, aztán meg tüzet maga köré, hát az mennyire menő már. Nézzétek meg! Konkrétan tényleg valaki közel jön hozzád egy haverod, vagy ilyenek csinálsz egy ilyet, nem lát téged, aztán izé betüzeled. Nyilván ugye már srácok izé, ez is tudja ezt, amit az előbb tudott az a növényszörny, le tud menni a földre. De hogyha nincs elég karotok, és szeretnétek mondjuk esetek több kart, akkor simán nevezhettek is. Ja, tüskét tud abból lőni, tényleg ezt is fejtettem mondani. Jó tüskéket itt dobálja majd. De ezek mert nyilván még akár több kart is tudsz magadnak csinálni, szóval, hogyha egy helybe állsz, és megnyomod a B betűt, akkor jönnek a karok, és ezzel tudsz ütögetni, látjátok, ott ütöm a tehenet például, de akár ezzel is ugyanúgy meg tudsz fogni valamit, hogyha szeretnél. Látjátok, oda megyek mondjuk az a tehén, az egyik az pont nem jött össze. Majd most látjátok, megemelem azt a tehenet, ugyanúgy megy, mint a többidel. Mennyire menő? De nézzük a számomra első legjobb karaktert. Viszont visszaalakulás, aha. Számomra mindig a legaranyosabb és a legkedvencebb első hős volt Brainstorm. Nem tudom úgy, hogy ez magyarul hogy van valami agyvihar, vagy nem tudom mi lehet. Mindenesetre olyan kis aranyos volt számomra mindig, és olyan menő képességei vannak itt is. Alapból csak simán jobb klikkelsz, akkor felrobban mindent egy szikrával. Látjátok, milyen menő szikrákat lő, tök menő. Ezek mellett viszont nyilván az agyát szétnyitja, ez kicsit durvának, ezek tudom, de az szétnyitja az agyát, és szétáramozik minden, nézzétek meg, tök menő, nem? Jaj, ilyen kis aranyos. Ezek mert még tud egy shieldet, szóval maga akar ilyen shieldet, ilyenkor kicsit lelassul, de cserébe konkrétan nem lehet megütni őt, szóval ja, ő lett számomra az első hely. Jó, és még egy plusz egyet szerettem volna megmutatni, ez ilyen első hely utáni konkrétan. Nézzétek meg, ez is le tud alakulni nyálkával, nekem ez csak ezért tetszik, mert tényleg egy nyálka lesz, és senki nem fog téged észrevenni, milyen kis jó vár ez a nyálka. Szóval azért tök érdekes és így aranyos, hogy tényleg így ja, össze tudsz mosódni valamivel. Na srácok, remélem tetszett ez a videó, akkor csapassak el lájkot, iratkozok és segítség legyen nyomni. Előre szólok, hogy van még két fajta Omnitrix, hogyha szeretnétek még ilyen videót látni, akkor mindenféleképpen írjátok, ne is csinálok még ilyen 10-es listát. Ez a videó viszont ennyi lett volna, én XP voltam, lássuk csengő, csumesz, csamesz, szevasztok.